megoldták ezt a kellett. Jézus erre megjegyezte, nem vetik meg a profétát, csak a saját hazájában, a rokonai körében, a saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg vízátvitellel, és maga is elcsodálkozott hitetlenségtől. De valahogy ragaszkodnak
Jézus ezzel a furcsa magatartással szemben döbbenten áll. Öt kemény kérdés hangzik el a názáretiek részéről, és az öt kérdés mind-mind arra vonatkozik, te alkalmatlan vagy a mi tanításunkra. Nem te az ács fia ez, aki gyerekkorunkban megszoktunk, milyen stílusa van, milyen életkörülményei vannak, milyen családja van. Nem te Máriának a fia, akiről úgy érzünk, hogy a kezünkben van, hiszen a rokoni szálak végén igazából uralkodhatunk a földtel. Nem te itt élnek közöttünk a testvérei, vagyis egynek tekintünk a sok közül, ne akarjunk kitűnni közül. És a tanítás, honnan vette, nem lehetsz bölcset kifni, nem lehetsz művelted, nem lehetsz tanultad, mert idegesít bennünket. Mind-mind arról szól, hogy Jézus egy kategóriával lett besorolva, és ebből a kategóriából, ha ki akar lépni, akkor erőszakkal lép föl ellen. A názáreti lakosság, amely sokat képzel magáról, pedig egy jelentéktelen sportrészek Jézus idejében. A názáreti lakosság, amely úgy érzi, birtokában van Isten ismeretének az Ószövetség alapján, elzárkózik a többtől, elzárkózik a nagyobb, és a csodák, még a csodák sem indítják meg szívüket és lelküket. Köszönjük, nincs szükségük az átalakozott szebbre, jobbra, többre és gyógyulásra. Hihetetlen keménység a mai évangéliumnak a tragédiája. Hihetetlen keménység, amely az evangélista, hogy elvegye az élét Jézus döbbenetének, és annyit fűz hozzá, nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg, hogy csorba essék Jézus istenségét, már logikája szerint. Ebben a mai evangéliumban sokszor bizony magunkra is megyünk. Szilárd elképzeléseink vannak az egyházról, a papokról, arról, hogy hogyan kell az evangéliumot hirdetni a papoknak, noha igazából jártasság sokszor együtt sem szerzett abban, hogy igazából mi is jelent az evangélium hirdetése. És ha bennünket megszólító szavak hangzanak el, akkor sokszor a názáretiek útjára merekeszkedünk arra, hogy érveket sorolunk fel, amivel jogosnak tartjuk, hogy elzárhatjuk a szívünket Isten töblete előtt. És Jézus most nem tesz más, mint elcsodálkozik ez az emberi magatartása. Elcsodálkozik és szerényen visszatartunk. Jézus nem erőszakos. Tudja azt, hogy az embernek szüksége van az örömhírre, a teljességre, a többre. De ha valaki bekategorizálta az Isten, az evangélium, és mindazt, amit Krisztus az evangélium hirdetésével kapcsolatban valamit, akkor Jézus hagyja az embert menni saját kategóriáinak útján, mert szereti az embert. És erre kérlek mindannyiunkat, akik az evangélium hirdetői vagyunk, hogy el kell fogadnunk, ha más tudatosan ellenáll és elzárkozik az örök teljességgel.
És az ember szabadságában áll az, hogy elzárja szívét a tökéletestől, attól, ami a mennyek országa felé visz. A názáreti közösség az adott elfogadva, hogy bebizonyítsa magának, hogy Jézus semmilyen alappal nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy Isten országában beszéljenek. Pedig ha meghallották volna a tanításnak a lényegét, akkor talán egész Názáret közössége megváltozhatott volna. Óriási kísértés számunkra, hogy berendezkedve közösségünk stabilnak hitt életére, elhárítsuk magunkról azt, ami szeretne fölnevelni bennünket, hétköznapi kis gyengeségeinket, földhöz vagyok elképzeléseinket. Jézus nem csodálkozni szeretne rajtunk, hanem csodát szeretné szívünkben, életünkben megvalósítani. És szeretne együtt örülni velünk az ő rajtunk által körülbelül végbelül csodáját. Rajtunk múlik, hogy ez a közös öröm megvalósul-e. Isten minden kegyelmét megadja ennek a közös örömnek teljességéhez, de az ember szabadsága újból és újból gátat tud vetni Isten és ember örömének. A német író által megírt történet végén az író megállapítja, hogy ez a Jánbor gyógyszág, ez a gyógyító orvosságot szerette, de az erőszakot nem. Jézusnál soha nem kell félni az erőszakot, viszont tudhatjuk azt, hogy az ő tanítása evangéliuma egész életet gyógyító orvosság. Rajtunk múlik, hogy élünk-e a Krisztustól kapott orvosság lehetőségével, és felhasználjuk az Istentől kapott